ügyeskedj a kerékpároddal, motoros találkozó volt Karcagon, mozgalmas nyár áll a Biljana mögött, hatalmas kanabisz ültetvény megyénkben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 14-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre egyesített óvodában évtizedes múltra tekint vissza a kerékpározás kultúrájának kialakítása. Ez segíti elő a minden évben megrendezésre kerülő Ügyeskedj a kerékpároddal elnevezési program is, melynek egyik legfontosabb célkitűzése a szemléletformálás, hangzott el Andrássy Tiborné munkaközösség vezető köszöntőjében. Ezt a programot 12. alkalommal szervezzük meg a lelkes óvodapedagógusokkal, akik elkötelezettek a kerékpározás népszerűsítése érdekében, illetve a fenntartható közlekedés népszerűsítéséért. A vetélkedőn minden tagóvodá 12 kisgyermek és 4 szülő képviseli, és 10 pályán vetélkednek a gyerekek. Ügyességi pályákat állítottunk fel, illetve olyan pályákat, ahol gyakorolhatják a közlekedési szabályokat, szokásokat, kereszttáblákkal ismerkednek meg, és játékos tevékenységeken keresztül alkalmazni is fogják a megszerzett ismereteket, tudásukat. Azt szeretnénk, hogyha a szülők is részesei lennének a programunknak, hiszen az óvodának nagyon fontos, hogy a családok aktívan részlenének az óvodai életben, és a népszerűsítést valójában így tudjuk megvalósítani, hogyha ők is kipróbálják ezeket a feladatokat, azt azonban tudjuk, hogy nagyon sok család kerékpározik, kerékpártúrázik. Az óvodás gyerekek nagyon szeretnek biciklizni. Nyáron olyan tábort is szerveznek, ahol az óvodapedagógusok a kicsikkel kerékpáron fedezik fel a város nevezetességeit, de kisebb kerékpártúrák tanévközben is vannak az egészséges életmód keretében. Nyáron van egy programunk, az egy hét a környezetünk védelmiért tábor. Ez egy kerékpáros tábor. Az intézmény valamennyi óvodájából részt vehetnek azok a gyerekek, akik a természet és a környezet iránt fokozottabban érdeklődőek, és jól tudnak két keréken kerékpározni. A program keretében kerékpáros túrákat szervezünk lakóhelyünk természeti értékeit képviselő területekre, és itt is a kerékpáros közlekedést gyakoroljuk. A rendőrségen nagyon régóta van kapcsolatunk, akik segítik a kerékpározás népszerűsítő programjainkat, kijárnak az óvodáinkban a kerékpáros rendezvényeinkre, és most ez egy új eleme a kerékpáros vetélkedőnknek, a Bicycle program. Ezt szeretnénk bemutatni a szülőknek, hogy lehetőségük van a kerékpárjaikat regisztrálni, nyilvántartásba venni, rendőrségi nyilvántartásba, és ugye mindenki biztonságban tudhatja a kerékpárját. És ezt szeretnénk nekik bemutatni, hogy a későbbiekben éljenek ezzel a lehetőséggel, amit a rendőrség biztosít számukra. Most kapcsolódva az Európai Mobilitás Héthez rendezték meg a Városháza előtti téren és a parkban az Ügyeskedj a kerékpároddal megmérettetést, ahol az óvodások mellett a szülők is bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásában. Van egy nagyon jó kis könyvünk, amiben benne vannak az összes kereszttábla és az összes tudnivaló a kerékpározással, járművekről, stb. Sőt, van egy nagyon aranyos kis történetet tartalmazó könyvünk is, és annyira fogékonyak rá, hogy önállóan kezdték el ezt nézegetni, és megtanultak nagyon sok mindent, mire rájöttünk, hogy ők ezt már tudják. A Karcagép motoros találkozó Magor szervezőjétől, Senta Lászlótól megtudtuk, a találkozóra már nem csak a környékről, hanem az ország számos pontjáról érkeznek a Nagykunság fővárosába motorosok, de határon túlról is vannak itt a motoros barátok. Köszöntöm nézőnket, Sánta Lászlóval beszélgetünk, hiszen ismét van motoros találkozó. Azt gondolom, hogy sokan várták, hogy megrendezhessék, hiszen tavaly nem lehetett megtartani. Így van, a tavalyi járványügyi intézkedések miatt nem tudtuk megrendezni a tavalyi motoros találkozót. Így nem elmaradt, hanem egy új dátummal idén a komplett műsort áthelyeztük. Itt már azért érkeznek, egy picit ugyan föltámadt a szél, de hát a motorosokat nem fogja zavarni. Már azt mondta az előbb, hogy beszéltük, hogy már több mint 200-an vannak, de még érkeznek a motorosok. Mire számít éjszakára? Hát remélem, hogy elérjük ezt a péntek este. Szoktunk záráskor ilyen 5-6, talán 700 főt is elérni. Remélem, hogy ezt idén is tudjuk hozni. Láttuk itt azért, hogy kisgyermekesek is vannak itt, tehát ez igazi családi buli lesz a mai este, gondolom. Így van, családbarát rendezvényt szoktunk tartani, vagy próbálunk tartani. Ez azt hiszem, hogy többé-kevésbé sikerül, mert másképp nem hoznák vissza a gyerekeket évről évre a vendégek. Kik lesznek a fellépők?
A mai este a Brain Drain fogja nyitni a sort, ők karcagi zenekar, tehát helyi illetésügyi zenekar. Utánuk az Iron majdnem lép színpadra. Azt követően a Blues Company, hát ők nagyon sokat voltak már Karcagon, illetve itt egy zenekari csere volt, mert a Smith & Wessons jött volna Békés Csabáról, de szóltak a mai nap folyamán, hogy a gitárosuk valamilyen betegséget kapott el lázzal, hasmenéssel, és helyettük a Best Company fog beugrani, ők is karcagiak. Beszéljünk a szombatról, hiszen az szokott a leglátványosabb és a legmozgalmasabb is lenni. Így van, szombaton a koránkelőknek azt terveztük, hogy megnézzük az Ádorhidat, illetve a Magyarkai Kun emlékhelyet, hogyha az időjárás engedi, mert ha kapunk esőt, akkor nem biztos, hogy kimegyünk a motorokkal csúszkálni oda a földútra. Délután 2 órakor, illetve 14 órakor lesz a városban a motoros felvonulás rendőri felvezetéssel. Ahogy visszaértünk, elkezdődnek a hagyományos játékok, skander, dugattyúlökés, sörpörgő, tehát amik szoktak. És akkor délután 5-től újabb 5 koncert, a Rod, nem Road, hanem Rod, utánok az Exxon. Itt láttuk az előbb, hogy azért kordont is kellett építeni, hiszen a járványügyi szabályok bizonyos szinten korlátozzák a rendezvényt is. Így van, magát a találkozón való részvétel nincs korlátozva, viszont a koncert rész, tehát a zenés-táncos rész, az védettségigazolványhoz kötött, ezért egy kordonnal lerekesztettünk egy területet, ahol csak a védettségigazolvánnyal rendelkezők tudnak belépni. Őket már a kapunál leellenőrizzük. És hát minden adott ahhoz akkor, hogy egy jó 3 napos buli legyen itt. Én azt kívánom, hogy az időjárás akkor kicsit kegyes legyen önökhöz. És hát az, hogy akkor a 20. jövőre az igazi 20. az pedig még nagyobb buli legyen, hiszen még több motoros el tudjon jönni. Nagyon reméljük, hogy így lesz, bízunk bennem, és nagyon szépen köszönjük. Az idei nyár rendkívül eseménydúsan telt a karcagi Biljana Bolgár Néptánc Együttes tagjai számára. Az idei nyár rendkívül eseménydúsan telt a karcagi Biljana Bolgár Néptánc Együttes tagjai számára. Ez az együttes a Nagy Kun Diáksport Egyesület keretein belül működik, hiszen szinte minden hétre jutott valamilyen program a forró nyári napokon, határon innen és határon túl. Remekül sikerült a június végi hazai napközis tánctábor a karcagi Nagy Kun Református Gimnázium falai között, melyben a csoport régi és új tagjai újabb koreográfiákkal ismerkedhettek meg, a dobrudzsai területektől egészen a Shop régióig. A munka ezután Szerbiában folytatódott, ahol az egyhetes tábor fellépéssel zárult a helyi Adi Endre Művelődési Központ tánc csoportjaival egy közös előadás keretén belül. A szerbiai tábor programját táncház és kirándulások is színesítették, gazdagították. Egy sajátos vártúra élménnyel is gazdagodtak az együttes fiataljai. Szendrő, Belgrád, Karlóca, Újvidék, Pétervárad, Szabadka, Palics, de a helyi, a Bács-Kossuth falvai értékek is unikálisak voltak. A nyári időszak fesztiváljai, rendezvényei meg annyi fellépési lehetőséget kínáltak az együttes számára, amely mindig meghálálta a közönség szeretetét. Vastapsát, Beregfürdőn, Debrecenben, Kevermesen és Karcagon. Mindezek mellett a néptánc csoport meghívást kapott augusztusban a 24. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. A 3 napos fesztiválon a tánccsoportnak lehetősége adódott a környező falvak programjai részt venni, így került sor sombereki és pécsváradi fellépésekre is. Bár maga a fesztivál már augusztus 17-én kezdetét vette, a tánccsoport augusztus 18-án érkezett Mohácsra. 20 órakor pedig színpadra is lépett a Mohácsi Széchenyi tér nagy színpad, ahol a nézők 3 blokkban láthatták a dobrudzsai, az északbolgár, tráksop és pirini táncokat. Ezen a napon a Biljana mellett más nemzetiségek hazai tánc csoportja is bemutatták műsorukat, így az Eleki Román Hagyományőrző Tánc Egyesület, a Mezőkövesdi Matyó Néptánc Együttes és a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes is. Az utolsó fellépő után sem ért véget a program, hiszen a nagy színpad előtt táncház vette kezdetét. Másnap délelőtt a csoport részt vett egy mohácsi városnéző sétán, melynek során Bősz Gábor ismertette a város történetét, hagyományait és legfontosabb jellegzetességeit. Ez pedig egy dunai hajózás követte. Ezen a napon került sor az első Mohácson kívüli fellépésre, amikor a Mohácstól 5 kilométerre lévő sombereki arató felvonuláson mutatta be tudását az együttes, hiszen nem csak az arató felvonulás, hanem a Szent István napi ünnepség keretein belül is műsort adott a Biljana, az est pedig hagyományos sváb bállal ért véget.
Augusztus 20-a volt a tánccsoport talán legsűrűbb, legnehezebb napja, hiszen ezen a napon két helyszínen is fellépett. A délutáni órákban egy szervezett kirándulás keretében volt szerencséje az együttesnek ellátogatni a mohácsi csata helyszínének emlékpartjába, ahol egy remek idegenvezetésben volt része a résztvevőknek. Ezt követően Pécsvárad várta az együttest, ahol szintén a Szent István napi ünnepi program keretén belül lépett fel. Este pedig következett a fesztivál záró programja, a mohácsi Széchenyi téren zajló gálaműsor. Ezen az estén az előző napokon fellépő tánccsoportok mindegyike megmutathatta magát 8 percben. A gálán részt vett a már említett csoporton kívül az Ora Néptánc Együttes, a Schwab Scharer Tanzgruppe, az Ecseki Zöldkoszorú, illetve a Pirgosz Görög Néptánc Együttes Beloyannosról. A több mint 2,5 órás gálaműsort éppen a karcagi bíján a Bolgár Néptánc Együttes két tánca zárta le, ahol a csoport sop és trák táncokat mutatott be közel 3000 néző előtt. A gálát egy ünnepélyes vacsora és bál zárta le véglegesen, ahol szintén részt vett minden meghívott táncegyüttes. Külön szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál főszervezőjének, Vikár Csabának a meghívásért, illetve Bősz Gábornak, a csoportunk mellé kirendelt idegenvezetőjének, a három napi gondoskodásért és segítségért. Kiterjedt kanabisz ültetvényt nevelgettek Csépa külterületén. Csépa külterületén egy nádasban több helyen jelentős mennyiségű kanabisz növényt termesztettek ismeretlenek. Az egyenruhások a nyomozás követően végül összehangolt akció keretében elfogtak három férfit, akik a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak, közölt a rendőrség oldalán. Tőlük a rendőrök a lakhelyeiken végzett kutatás alkalmával lefoglaltak közel 300 tő és 70 kg szárított kanabiszt, 4 autót, több millió forint értékű aranyékszert és készpénzt. A nyomozók a két kunszentmártoni és egy szelevényi lakost jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntette megalapozott gyanúja miatt, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!